Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai péntek esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Bíztatók az oltási akcióhét statisztikái. Makovec díjjal jutalmazták Makó korábbi polgármesterét. Hétfőtől ön is utazhat majd a tramtrénnel. November 22-én hétfőn vette kezdetét az oltási akcióhét hazánkban. Egy héten keresztül előzetes regisztráció nélkül is felvehető a koronavírus elleni vakcina a kijelölt oltópontokon, legyen szó akár első, második vagy harmadik oltásról. A beérkezett adatok alapján az első három nap országos mutatói igen bíztatóak. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, így a kormány még egy héttel meghosszabbítja a kezdeményezést ugyanazokkal a feltételekkel. Magyarország kormánya korábban már meghirdetett egy oltási akcióhetet, az igen lassan növekvő átoltottsági adatok miatt pedig újra meghirdették azt november 22-i kezdettel. Ahogy a koronavírus.gov.hu weboldalon olvasható, Galgóci Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban az első három nap eredményeit összegezte. 388 ezeren jöttek el oltásra, ebből 48 ezeren az első oltás lehetőségével éltek, 319 ezeren pedig a megerősítő harmadik oltást vették fel. Nagyon nagy siker az oltási hét, és ezzel a sikerrel életeket menthetünk meg. Az oltás hatása most már a tapasztalatok szerint az idő múlásával csökken, ezért mindenkinek nagyon fontos, aki már alapimmunizálásban részesült, hogy eljöjjön a harmadik oltásért, ezáltal ismét 80-90%-os védettséget nyerhet. Reggel 7-től este 7-ig van lehetőség előzetes regisztráció és bejelentkezés nélkül felvenni a védőoltást a kijelölt kórházi oltópontokon, de több házi orvosi praxis is részt vesz az akcióban. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban adott interjújában bejelentette, látva a magas részvételi arányt, még egy héttel meghosszabbítják a szóban forgó lehetőséget változatlan konstrukciókkal. Így aki ezen a héten nem élt a lehetőséggel, az ezt még a jövő héten is bepótolhatja. Stábunk csütörtökön kilátogatott a Makói kórháznál található oltópontra, ahol megkérdeztünk néhány polgárt arról, hogy miért tartja fontosnak a vakcinációt, és hogyan viszonyul az akcióhéthez. Tapasztalataink szerint nagyon sokan már a megerősítő oltást vették fel. Bízok benne, hogy hát megjavulunk, vagy valami. A harmadikra. Értem. Eddig milyen fajtát kapott? A Pfizert. Mert most azt szeretném, mert voltam a doktornőn is, a körzetinél, hogy a harmadikat is ugyanazt kéne, hogy fővenni. Már a harmadik oltásra jöttünk, de nem volt egyik se. Remélem, hogy ezzel se lesz. Miért tartják fontosnak a védőoltást? Hát az egészségünk miatt, meg mások egészsége is számít. Mit gondol az oltáson? Miért tartotta fontosnak, hogy felvegye? Hát, ez biztos szükséges. Nem tudjunk mást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője kiemelte, a kormány várja az Európai Gyógyszerügynökség ajánlását az 5-11 éves korosztály olthatóságáról, és ha a Pfizer vakcinája megkapja az engedélyt, Magyarország készen fog állni arra, hogy elkezdődjön az oltási program abban a korosztályban is. Galgóci Ágnes közölte, elegendő vakcina áll rendelkezésre, Magyarország a gyerekeknek külön lekötött oltóanyaggal rendelkezik. Makovec neve mára összefort Makóval és a város védjegyévé vált. Ezen az úton a hagymavárost a település előző polgármestere indította el, aki nagyra becsülte a mester munkásságát és megrendelésekkel látta el. Mindemellett barátságot is ápolt a Kossuth és Ybl Miklós díjas építésszel. Az együttműködésük eredményének elismeréseképpen a napokban Búzás Péter vehette át a 2015-ben alapított Makovec Imre díjat. Azok kaphatják meg a Makovec Imre díjat, akik a művész országépítő szellemének nyomdokán példaértékűen művelik hivatásukat. Hangzott el a díjátadón, melyet a tavalyi évről a járvány miatt mostanra halasztottak. Még 2020-ban döntött úgy a Magyar Művészeti Akadémia, a Kós Károly Egyesülés és a Makovec Imre Alapítvány grémiuma, hogy Búzás Péternek ítéli az elismerést. Az egykori polgármester Makó arculatának legfontosabb alakítójaként, jó barátjaként és emberi példaképeként gondol a mai napig a mesterre. Külön nagyon fontos az, hogy mit kaptunk épületbe, Makó létesítménybe, de
Amilyen ember volt a Makovec, hogy ha megegyeztünk valamibe, és utána neki nem volt jó, akkor fél év vagy egy év múlva nem azt mondta, hogy a helyet, hogy A, nem, azt mondja, öcsém, ez nem jó van, mellé csúsztunk, beszéljük újra. És akkor megbeszéltük. Tehát az amit úgy hívják, hogy gerinc, emberi tartás. Én ebből az egészből ezt adtam a legtöbbre. Tehát azt az értéket, amit én kaphattam Makovec Imrétől. Ez a kitüntetés nekem ezt üzeni. Az első Makovec épület a hagymaház volt, melynek tervezését Búzás Péter és szakértői csapata a művészre bízott. A remek mű elismeréseként az alkotás később bekerült az amerikai építészeti almanakba. Ezt a munkát számos másik követte, melyek közül több kedvence is van a volt polgármesternek. Példaértékűnek tartja a makói buszpályaudvart, a könyvtárat, aminek terveit néhány éve leporolták, és a magyar kormány jóvoltából valósulhatott meg kivitelezése. Mint mondta, mindezek mellett az igazi sikert a Hagymatikum hozta meg, melyet 2014-ben beválogattak a világ az évi legsikeresebb építményei közé. Ez a létesítmény új pályára állította a települést, mely elindult a turizmus irányába. Búzás Péter úgy fogalmazott, nagy öröm számára, hogy a megkezdett utat a mostani városvezetés folytatja. Arra a kérdésre, hogy hogyan látja a város 10 év múlva, azt válaszolta, véleménye szerint a mezőgazdaságban és a hagymatermesztésben lehet jövő, de ez a most zajló fejlesztés a Hagymatikumban hosszú távra meghatározó lehet. Én úgy gondolom, hogy ha egy-egy ilyen létesítménynek másfél-két évente kül valami attrakció, akkor most lesz egy gigászi fejlesztés, mert ez azért a 10 milliárd nem semmi, ami most ide jött és beépíti, de utána is biztos vagyok abba, hogy akiknek ez a dolga ki fogják találni azokat a fejlesztési szikrákat, ami kevesebb pénzből két évente még valami új attrakciót hoz, és Makó valóban, hát a hagyma után a turizmus hazája lesz. Egy biztos, az építész keze nyoma a város örökre kitörölhetetlen része marad, köszönhetően a közel negyed évszázaddal ezelőtt elkezdődött közös munkának. Hiba nélkül rótták le a tramtrén szerelvényei a szükséges tesztköröket az elmúlt hetekben, így azok hétfőtől már utasokat is szállíthatnak majd Hódmezővásárhely és Szeged között. A jövőben is gyűjtik a tapasztalatokat ahhoz, hogy teljesen ideális legyen majd az üzemeltetés. A szolgáltatást egészen április 15-éig ingyenesen lehet igénybe venni. Lázár János a szerdai napon úgynevezett online fogadóórát tartott hivatalos Facebook oldalán, ahol megpróbált minden felmerülő kérdésre válaszolni. Itt az országgyűlési képviselő részletesen kitért a tramtrén villamos vasút hálózatra, amely Hódmezővásárhely és Szeged városát hozza közelebb egymáshoz. A szerelvényeknek egy 50 ezer kilométeres utasok nélküli tesztüzemet kellett teljesíteniük, ahol azok működőképességét és balesetmentességét figyelték. Ez az időszak hiba nélkül lezajlott, így elkezdődhet a következő felvonás. November 29-e hétfőtől már utasok is igénybe vehetik a szolgáltatást. Ebben az időszakban továbbra is gyűjteni fogják a tapasztalatokat. És azért akarjuk a mostani beüzemelési szakaszt a választópolgárok véleményének kikérése mellett megtenni, hogy a menetrenddel és a menetidővel kapcsolatos várakozásokat össze tudjuk gyűjteni. Hogy most óránként indul a vasútvillamos, 3.31. november 29, de januártól, legkésőbb január elejétől 30 perc lesz a normál menetidő, az indulás, és csúcsidőben 6 és 8 között, és 16 óra körül pedig 20 perc, és márciustól 20 perc alá fogjuk hozni az indulási időt. A november 29-e és december 31-e közötti üzemnek az a célja, hogy a Magyarországon, de egész Kelet-Európában az első ilyen típusú kötött pályás közlekedésfejlesztés megkapja a használatba vételi engedélyt. Lázár János hozzátette, a végleges sebesség is kérdéses még, erre nagyon oda kell figyelniük a biztonság szempontjából, hiszen ezek a szerelvények sokkal könnyebbek, mint egy átlagos vasúti vonat. Az első időszakban 80 km-rel fog közlekedni, az a maximális megengedett sebesség, és majd megnézzük, hogy mit szólnak hozzá az utasok, és lehetőség van természetesen a sebesség növelésére is, ami néhány perccel rövidítheti a menetidőt. Én azt gondolom, hogy ha 100 km/órával fog közlekedni a jármű, akkor elégedettek lehetünk, és a két belváros között a 35-40 perc tartható lesz. A két végállomás között nyilván 40-50 perc között lesz majd a menetidő, ami a Hódmezővásárhelyi nagyállomást
és a szegedi vasúti pályaudvart jelenti. Kifejtette, nagy hiányosság, hogy közvetlenül a két belvárost összekötő tömegközlekedési lehetőség jelenleg nincs. Többek között ezt is orvosolja a tramtrain. A vasútvillamossal április 15-ig teljesen ingyenesen lehet majd utazni, utána pedig egy teljes áru vonaljegy 465 forint lesz, de különböző bérletkonstrukciókkal is készülnek. Minden olyan kedvezmény, melyek korábban is fennálltak a tömegközlekedésben, a tramtrain esetében is érvényesek lesznek. Így tehát a tanulók és a nyugdíjasok olcsóbban utazhatnak majd. A Bökényben található útfelújításra elnyert Magyar Falu programos pályázat mellett Magyar Csanád önkormányzatának további két tendere is pozitív elbírálást kapott. Jelentős forrásból újulhat meg a község óvodája, illetve 5 millió forintot fordíthatnak különféle közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre. A Magyar Csanádi Hétszínvirág óvoda épülete körülbelül 80 éves múltra tekint vissza. Két részből, egy régi és egy új szárnyépületből áll, utóbbit 2007-ben csatolták a meglévő épülethez, azóta azonban nagyobb volumenű beruházáson nem esett át az intézmény, csupán az udvart fejlesztették önerőből és pályázati forrásokból. A Magyar Falu programnak köszönhetően óvodai épületek felújítása címen 22 millió forintot nyertek. Stábunk Farkas János polgármestertől megtudta, hogy ebből mit tudnak kivitelezni. Az intézmény külső és belső felújítása, tetőcsere, teraszcsere, parketta felcsiszolás festésen kívül számtalan játékot és használati tárgyat is vásároltunk az óvodának. A tetőanyagot megvásároltuk és minden más anyag, illetve a munka most árajátokat várjuk, és a győztes kivitelező fogja majd csak szünidőben elvégezni ezeket a munkálatokat, hiszen azt tudni kell, hogy az óvoda ez folyamatosan működik. Magyar Csanád lakossága körülbelül 1300 főre tehető. Farkas János elmondta, a közösség összetartó és hagyományos programjaik is szoktak lenni. Ezt figyelembe véve adták be a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázatot. Ez a tender 5 millió forintot hozott a falunak. Ebből már megvásároltunk széket, asztalt, sörpadot és egyéb beltéri játékokat, pingpongasztalokat, meg minden egyebet, ami hasznosan el lehet tölteni az időt, illetve ezek az eszközök különös tekintettel nagy segítségünkre lesznek majd, mikor a falunapunkat szervezzük, illetve más egyéb falukarácsonyunkat, hiszen ott egy ilyen kitelepülős rendezvényünk, elég népszerű, és szükség van a külhelyekre és asztalhelyekre is. A három elnyert Magyar Falu programos pályázat az elmúlt időszakban csaknem 65 millió forintos támogatást jelentett Magyar Csanád számára. Ez többek között a magyar kormány és Lázár János országgyűlési képviselő támogatásának is köszönhető. Mint ahogy azt már megszokhatták Sokszínű Egyház című magazinunkban, a helyi és a térségi hitélet eseményei kerülnek reflektorfénybe, ez ma este sem lesz másként. Adásunkban ezúttal beszámolunk több sikeres projektről, valamint a muzsika segítségével lelki töltekezésre invitáljuk Önöket. Műsorunkban felelevenítjük a Pitvarosi Nagyboldogasszony templomban tartott koncert pillanatait. Az esemény apropóját az adta, hogy az egyházközség nagy örömére sikerült rendbe tenni a Mózer Lajos által készített orgonát. A zenés csemegézés ezzel azonban nem ér véget, ugyanis visszatekintünk majd a makói görögkatolikus templomban tartott imaórára, ahol olyan énekek csendültek fel, melyek a tezéi szerzetes közösségből származnak. Mindezek mellett készítettünk egy összeállítást az újvárosi református templom toronyúra szerkezetének a felújításáról. A nem mindennapi vállalkozásban részt vett Orkonyi Károly is, akit sokan motorépítőként ismernek a településen. Interjú alanyunk elmesélte, a régiek mintájára új számlapokat, és hozzájuk még mutató leveleket is kellett gyártaniuk. Hiányoztak belőle ilyen diónyi nagyságú darabok, tehát tulajdonképpen szétrosdásodott a 140 év alatt, ugyannyira, hogy eltűnt az anyag. És akkor ezt
átrajzoltam egy sík lemezre, azt fogtam, csináltam neki egy negatívot, amivel bele tudtam kalapálni, kikalapáltam, esémítottam, mintáztam, formáztam a másikhoz, hogy milyen magas, tehát hogy mekkora domborúságot adjak neki, és mikor kész volt, akkor utána körbecsiszoltam még. Végezetül pedig megmutatjuk önöknek, hogy hogyan fest a felújított Szent József mellékoltár, mely a Szent István király plébánia templomot ékesíti. A rekonstrukcióhoz szaktudásával Wagner Sarolta, faszobrász restaurátor művész mellett hozzájárult Juhász István is. Én ugye az egyház községnek ugye a hívő tagja vagyok. Régi álmom vált valóra. Én gyerekkorban templomba itt ültem az oltár mellett, és mindig nézegettem, hogy milyen rossz állapotban van. És hát el kellett tenni a jó pár évtizednek, hogy részt vehettem ebbe a munkába, és nagyon köszönöm is a művésznőnek, hogy közösen tudtunk dolgozni ebbe a nagy munkába. Sok kihívás volt tényleg. Egyházi magazinunkat ma este 18 óra 30 perctől láthatják majd. Ha kedvet kaptak, tartsanak velünk. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Bíztatók az oltási akcióhét statisztikái. Makovec díjjal jutalmazták Makó korábbi polgármesterét. Hétfőtől ön is utazhat majd a tramtrénnel. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér és Sokszínű Egyház című vallási magazinjainkat láthatják, végezetül pedig Társalgó című színes, kulturális magazinunkat tűztük műsorra. Kedves nézőink, ez volt a november 26-ai péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!